first part I start outdoor on horse riding, and the second part I start indoor with the theoretical information on horse. Now you can try horse riding. Ne váltson másodóra, ez nem egy angol nyelvű tévéállomás. Arról van szó, hogy így zajlott az egyik tanítási óra a Schuleck gimnáziumban. Egy diák, Lovász Viki, angol nyelvű prezentációt készített, melyet kedvenc időtöltésének a lovaglásnak szentelt. A téma egyszerű feldolgozására bárki képes lehet, ám ha a mondandót fantáziadúsan szemléltetjük, sok meglepetésben lehet részünk. Viki úgy döntött, hogy sajátosan mutatja be munkáját, így hát az intézmény előtt egy igazi, valódi lóval jelent meg. A kancalószállító utánfutón érkezett, mégpedig Ógyalláról, és a tanítási óra elkezdődhetett. A félénkebb diákok egy kicsi hátrább álltak, a bátrabbak viszont éltek a lehetőséggel, felültek rá, hogy lássák, milyen világ nyílik lóhátról. A tanárnő feladatul adta, hogy készítsek prezentációt az angol nyelv órára. Azért döntöttem a lovak mellett, mert a lovaglás a hobbim, szabadidőmben sokat lovagolok. Hálás vagyok édesapámnak, aki 3 éves koromban ültetett fel először a lóhátra, és azóta a lovak jelentik számomra az életet. Igazi kikapcsolódás lóhátról szemlélni a tájott környéket. Egy ógyalai farmon lovagolok, ahol a lovaink vannak 3 éves korom óta. Talán egyetértük abban, hogy semmilyen, sem kicsi, sem nagy állat nem való az iskolába. És hogyan reagáltak e rendkívüli szemléltető eszközre a diákok? Mindenki nevetett, azt hitték, úgysem teszem meg. Titokban tartottam, hogy meglepjem őket, hogy lássák, milyen megszállott vagyok. Ez egy fiatal kanca, először lovagoltam rajta. Kissé ideges is volt ebben a számára idegen környezetben, de úgy érzem, helytáltunk. Sokan meglepődtek, de örültek, hogy megsimogathatták, hiszen a lovak gyógyító hatásol vannak az emberekre, így hát mindenki örült. Az angol nyelvet oktató tanárnő is meglepődött. Sokkolta őt a dolog, csak 5 perccel az óra megkezdése előtt tudta meg, nem is akart elhinni. Megkérdezte tőlem, hogy jövőre vajon mivel rukkolok elő. Hagyják magukat meglepni, semmit sem árulok el a jövőt illetően. Lovász Viki 3. gimnazista, a lovak, lovaglás szerelmese, 3 éves korától foglalkozik lovakkal, és nem titkolja, hobbiát folytatni fogja. A jövőben hipoterápiával, azaz lóterápiával szeretnék foglalkozni, segíteni a fogyatékos embereknek, főleg a gyerekeknek. Már most is szervezünk akciókat, melyeken a gyerekek kipróbálhatják ezt a terápiát.